Na szevasztok srácok, én Szabi vagyok, és ebben a videóban a világ legdrágább dolgai közül pár érdekesebbet hoztam el nektek. Az első a nemzetközi űrállomás, International Space Station, más néven az ISS, az egyik legdrágább dolog a világon, amit az ember valaha készített. Ez az űrállomás körülbelül 360-380 km magasságban alacsony föld körüli pályán kering, és 33.769 milliárd forintba került ez a szerkezet. Azért nem egy olcsó beruházás, az biztos. Második, az egyik legdrágább óra a világon. A Lang-Schöne Grand komplikáció. Ezt a rendkívüli bonyolult 876 kézzel kovácsolt alkatrészből, 7 kompozícióból és 14 funkcióból álló rendkívül pontos órát csak egy ember tudja elkészíteni az egész világon, és neki is összesen egy évbe telik egyetlen egy darabot elkészíteni. Az első darabot Hongkongban árverezték el 563 millió forintért, de úgy, hogy csak annak az évnek a végére lett kész ez az óra, pontosabban 2014 év végén készült el. A harmadik, a világ legdrágább magánrepülőgépe a világon, ami az Airbus 318 Elite Private Jet. És hogyha szeretnél magadnak egy ilyet, akkor arra is kell gondolni, hogy ennek mennyibe kerül az üzemeltetése és az üzemanyag bele, azért az se kis költség, mert ez 14 milliárd forint plusz. A negyedik, a világ legdrágább konyaka. Negyedik Henry király egyenes ági leszármazottjai készítik 1776 óta az örökség részeként. Az italt 100 évig érlelik speciális hordóban, később egy 6500 gyémánttal kirakott 24 karátos aranydugóval lezárt ékszerüvegbe palackozzák. Egy üveg belőle körülbelül 450 millióba kerül, pontosan egy darab korty 4,5 millió forintba. Hogyha valaki szeretne egy ilyet és érdeklődik iránta, akkor az üvegről olvassa le a nevét, most nem olvasom fel, mert beletörik a nyelvem. Na, az ötödik, a világ legdrágább kutyája, a tibeti masztif. Kínában több mint 300 millió forintnak megfelelő yuanért, nem tudom, hogy mondom, ez gondolom ez a kínai pénz, nem? Kelt el egy 11 hónapos tibeti masztif kölyök kutya. Nekem nem a kedvencem ez a kutya, jobban szeretem inkább a magyar vizslát vagy a német juhászt, ez nekem túl bundás, olyan mint egy húzott szemű medve. A következő a világ legdrágább autója, amit 2014-ben árvereztek el 4,6 millió dollárért, ami egy Lamborghini Veneno volt. Következő a világ legdrágább pezsgője. A Gold de Diamants Champagne, amiből egy üveg 1,2 millió dollár, ami több mint 270 millió forint. De nem maga az ital miatt ilyen drága, hanem a betétes üveg nyomja meg elég erősen az árát, ami 18 karátos fehér arany lapokkal és középen egy 19 karátos gyémánttal van díszítve. Azért elég komoly, hogy az üveget kell megfizetni és nem pedig a tartalmát. Na és az utolsó, a világ legdrágább számítógépe, aminek a beceneve a Tejút 28.243 szuperszámítógép. Ez a számítógép Kínában található, és az ára 400 millió dollár, ami körülbelül 90 milliárd forintnak felel meg. Ha esetleg szeretnél egy
új számítógépet, hogy lagmentesen tudjál cségózni vagy lolozni, akkor ebben biztos, hogy nem fogsz csalódni, mert ez tuti 60 FPS, az még én is garantálom. Na hát srácok, ennyi is lett volna ez a gyors kis videó. Remélem tetszett, hogyha igen, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Hamarosan találkozunk, én Szabi voltam, sziasztok!